Csipogatja még? Hát lehet, hogy a csontit izéltem a kiskarika, nem? Bánom, hogyha megütni. Hát olyan szerencsénk volt, elmentem lófrálni, csak ment a kamera, megfogtad egy gyönyörű gardát. Igen. Azért a garda az kuriózum. Nem mindenki fogott garda keszeget. Azt már most a másik vagy harmadik van. Jó, ugye nem azt mondja, hogy négy, az kettő volt. Jó. Egy kicsit hozzá, a horgász az mindig hozzátolt. Jó van, de ne, centibe izéd, várjunk még. Ma figyelj csak, ha úgy rátart, akkor úgy. Nem akarok beleugatni, már most mindegy. Mikor majd csúnyákat beszélünk, az majd csak a tagoknak lesz kitéve. Ne csináljuk úgy, hogy te kicsikarod a kapást, én meg megfogom alatt, hogy a... De, szeretnék. Nyugodtan. Nem szólok bele. Nem. Hát ha vinni a botot, esetleg utána ugrani. Vinni a botot? Én benne vagyok, mindenben. Én nem vagyok. 8 kilós amúrt meg... Te kifogod? Megpuszilod? Figyelj, lefotózkodsz vele, mint a pontcsókolgatók, azt én... Én mindenben benne vagyok. Kirántjuk. Én semminek nem vagyok. Elrontó, jó? Tehát én mindennek azt mondom, hogy nagyon jó, nagyon szuper. Nem szabad elrontani semmit sem. Valaki azt mondja, hogy nem jó, arra is azt kell mondani, hogy jó lesz, meg kell oldani, meg kell csinálni. Azt meg szerettem volna, hogy... Jó lesz, csak lehet, hogy kell egy kis változtatás. Van, vagy beszéljük meg. Így van, valamit kell rajtól alakítani, nincs ez a probléma. Hopp. Ott van még. Ott van még. Ez meg a nagy zöld harkája, azt csinál. Ez meg a dühös. Méges lesz, mert az még el fogja vinni. Eddig én ezt szépen itt elpakolok, aztán berobom, aztán elhelyett így is a máska. Olyan szép popás lesz, hogy... Figyelj, neked elég lenne egy pop-up, mert megfogod vele a halat, úgyis mindig egyik botot kin van, és akkor átteszed a másik... Ez van kin, mert az előbb elloptam a szerelésemet, és átszereltem. De azért mondom, hogy elég lenne egy csali, és akkor mindig amelyik bot benn van, arra tennéd rá. Mindjárt kettő lesz. Kevés. Megyek már Gergőhöz is, mert megsértődik, már melegíti a lábát. Meg ne taknyosodjál. Ez úgy lesz a jó-e, hogy megfogja, figyelj, nézd meg, így fogja csinálni. Hát reméljük, és úgy, hogy arra is nézzek. Azt a kamera megmegye is. Én szeretném is, hogyha látna. Hát, akkor mondhatnánk, hogy végre már ide jöttek a profik is a Tiszára. Hogy valami, így van, így bizony. Hogy azért nem úgy van ám itt, nem a, ám az, hogy itt a Tiszán, hogy balin, harcsa, süllő, ponty, nem. Gardakeszeg, karikakeszeg, minden az volt. Így van. Hód, is már fogjuk. Viszki, minden volt. Viszki, sör. Ja. Ugye, bontom is, mert... Én nem kérek már, köszönöm. Nem. Nem bírom. Nem bírok meginni csak... Már dobozt nem bírom, vagy sem nem bírok. Hát nem bírok meginni csak 20-at. Az a bajom. Hát akkor erről már neki is. Azért én mondom, hogy inkább. Ilyen, már volt 20, de már kikésünk, már 24 jó. Hűrök. Én abszinens vagyok, nem iszok. Nem? Nem. Én sem, egyébként. De én meg ezt várnám, hogy most ezzel nincsen. Leszettem a csontot. Nézzétek csak, hogy elmúlt a habzás. Egy kicsit. De ja. Ez vizés, ez valamit engednek bele valahonnan. De időközönként. Ezt hidd el nekem valahonnan, innen a közelből engednek bele. Most teljesen sík, teljesen jó a víz, úgy mondva, idézőjelben. Igen. Valahonnan valami vegyszert, mérget engednek bele a vízbe, és azért víz. Vagy szennyvíz, de ez nem szennyvíz. Egyébként az lehet, mert az élőtiszai horgászott csoportban a Borsos Csabi izéte megmutatta, hogy milyen opálos a víz. Nem volt ilyen tiszta, olyan volt, mint a klotyi. Valahol igen, láttam én is, hogy valami ment vele, engedtek valamit. És ugye a fekália egy enyhén olajos is. Tehát olyan csúszós, meg
tehát ez vegyszer, az is döglelk a halak. Nem a oxigén hiány véget, mert lehet, hogy én vagyok a hülye, úgymondva idézőjelben, de a nagyobb hal, minden hal lemegy hidegen, mélyebb vízre. Na mutasd a csali tüskés dolgokat, te. Így, ezt megfoglalják. Ráthűzöm. Igen. Ezt a szemes kukoricát is bármit rábíz fűzni. Ez most... Hát... Nem, ez így néz ki. Ezt te... Látod? Ez azért van. Ezt ráthűzöd. Most simán, ezt egy kukoricálas mögből csinálj. Csak én szoktam hozzátenni csontit, hogy... Azt mi az izémnek lebeg, hogyha itt van egy ólom? Mit? Hát mert hogyha olyan van... Csak valami... annyit lebeg? Így van, annyit engedjen rajta. Tiszta profi vagy. Hát... Azért profi nem. Profi az még benne nagyon messzi van. Hát azért fogtatok. Hát... Hát lenne itt olyan horgász, aki éhen halna a Tisza parton. Lehet, hogy csak snecit tudna fogni, azt ruszlit csinálni. Nem ponty halászlevet. Főleg ilyen lapos vizen. Egyébként tényleg nagyon kivagyok ízére, egy jó halászlőre. Csak azt akarja, hogy főzzem meg el. Nem aludtam, ő itt horkolt. Jaj. Csak azt akarja. Kárkébe csak mondja. Geci Viktor annyit szereg, neki nem szabad beszakadni, basszus. Egyébként veled minden rendben van, Viktor, egy baj van most. A neved. Hogy Viktor? Valaki átkeresztel, azzal semmi probléma, nincs az, hogy lehet, hogy csinálj. Hát nincs második neved? Nincs még. De csak a nevemmel van probléma? Csak. Akkor teljesen jó, akkor csak. Az hibátlan. Tehát azt mondom, jókedélyű. Én? Legközelebb is gyere Gergővel. Megfogjuk a kecsegét, iszap gilisztával. Bárnál. Kecsegét fogtál már életedbe? Fogtam. Hányat? Szóval minden jó, látom. Az agy van? Nem is lesz olyan. Vagy hát tiszta profik vagytok. Gyerekek, szerintem szedjük össze, példamutatóan most forog a videó. Van nálunk szemetes zsák, hogy ha jön az ellenőr, hiába mondod neki, hogy majd összeszedjük, hogy figyelj, megy a videó, úgy is van zsákunk. Igen. Szedjük össze. Összeszedjük. Figyelj, dobd be, azt szedjük össze, akkor az rendben lesz. Hogy már megy a videó, ne mondják a kedves nézők, hogy nézd már, majd ott hagyják. Nézd már ott is van a... Oh, igen. Videó, nézd meg a csalit, ütözd meg neki. Mivel? Nyugodtan mondhatod a... Ja, hát igen. És a kicsit megemeli. Így van. Azt már be is kapta a 6 kilós pont. Már be is kapta a 6 kilós pont. Így van. Ezt szeretem hallani. Meg remélem, látom. Úgy is ezt lett. Ezt szeretem hallani, meg látom, mikor eszi a... Hogy? Kicsit úgy dobunk, ahol meg keresztbe, aztán majd ide. Ott lesz a jó, mert ott a patka, ne, hogy ne tekert ki ilyen. Lehet, hogy megakad a patkába, de ott én megbeszéltem a 6 kilóssal, hogy oda megy. Én is. Hány óra? 7:30-ra mondtam, hogy jöjjön. Fél, jó, akkor megvárjuk. Nem be. Köszönjük szépen. Na figyelj, Viktor, izéljük tényleg azt. Ugye nem én ittam, én nem iszok, én abszinens vagyok. Tehát... Én is iszok. azt is mondhatjuk, hogy ott volt. De rendes horgászok módjára összeszedjük kép, a mások szemetét. Képmutatást csinálunk. Ez meg tea. Úgy van. Az meg? Az meg szóda. Szóda. Jó. Szedjük össze. Szedjük össze, Viktor. Tehát ne mondják már tényleg a videó. Véletlenül kikerül nyilvánosra, akkor ha azt mondom, akkor szabálytalan. Ez itt úgy van? Akkor az... Mert azért kell a szemetes zsák, hogy beletedd, és van. Folyamatosan, mikor van szemét képződik, akkor azt is. Várjál, meg azért is van a szemetes. Hogy, de van nála, tehát. Tehát azért is van. Nézd meg, mutatom. Még 50 darab van neki. Videóba is teltem. Hallod, de nem sok fogyott belőle. Hát
ez így friss tétel. Érted? Ja, direkt ide vetted? Nem direkt, de mondhatod, hogy nyugodtan már úgy is bele lesz téve. Hát... tegyük a... bele, és akkor... Én hivatalosan járok el a dolgokkal. Én is. De én nem szálltam a... Na, ki csinálja? Én fölbontottam, te meg így össz... van. Összeszeded? Ki lesz be? Hogyne, hát mi szemetünk. Hogyne szemném ezt. Várja, ezt is akkor majd beletesszük meg. Mondjuk papír nem lenne gond, de akkor... Jaj, gyerekek, hát mentem haza. Igen? Két izén. Hát ilyen... 50 fölött, de még reménykedik, hogyha lejön a Tiszapartra, akkor még kap egy kis napfényt. Azt ette az izét, almát. Így félig rágta le a csaj, egy szőke csaj volt. És úgy volt a kuka, mint Ide Gergőnek a rezidenciája. Azt megfogta az almát, azt így földobta a partra. Láttam, nem szóltam semmit. Oda mentem, körülbelül ott jártam, mint a tuskó vége. Megfogtam az alma csurkáját, oda mentem, és így oda beledobtam a kukába, nem néztem én rájuk semmit. Tehát nem szóltam, nem tudom kinek a jánya, mit akar. Kinek a borja. Úgy van. De az ilyet. De az és, ja, és az hozzá tartozik, hogy az egész placon egy darab szemét nincsen. Tehát még most is, hogyha végignézzünk az egész izén, egy darab zsebkendő nincs eldobva, mindenki elviszi a szemetét, és ő az almacsomát jóval lebomlik. Tehát hogy néz az? Ráadásul tehát nem tudom, hogy... Tehát... Nem, tehát... Azért mondom, én összeszedem a szemetet, tehát én nem is szórom el, meg ilyenek. Jó, hát esetleg nyomjatok egy lájkot a videóra, Viktor összeszedi szemetet. Hát volt is itt már 10, ugye? Tehát azt is összeszedjük, hogy ami volt. Hát, de tényleg, ha jön az ellenőr, akkor lássa, egyből más szándékkal szól az ellenőr is. Így van, máshogy áll. Hát teljesen jó. Rendőrnek is azt mondod, hogy erőt, egészséget, biztos úr, akkor már tudja, hogy te nem voltál katona, én meg igen. Hallott, képzeld el, hogy mikor küldték a behívót, hogy menni kell katonára, eltörölték a rendszert. Ez mekkora vált meg. Annyira mentem volna, kellett volna egy kis szigor. A mostani fiataloknak még jobban. És nem. Hát ez mostani, hát... Mostani nagyon kellene, hát elvennek ezek a nászosokban, mik ezeket? Bacska, olyan csik ezek, semmit nem tudnak. Semmit nem csinálnak. Egész nap csak el vannak otthon, nem dolgoznak, semmi. YouTube-oznak. Jó, faszom, nem. Gergő csak mosolyog, meg köti azt. Adtál már neki csali ticskét, mert így 3 hete volt. De Gergő, ez szerintem bele is fordul a vízbe, ezért, amit én beszélek amúgy. De egyébként így van. De nem baj, mondjad. Mostani gyerekek tényleg olyanok. Semmit nem akarnak csinálni, dolgozni nem akarnak, pénz az kellene. Azt figyelj már, hogy kaptette a Viktor nevet? Térjünk már erre vissza. Hát majd, meg kell kérdezni a szülőket. Meg? De. A Narancsligetbe? Így van, a Narancsligetbe. Jaj. Vagy ahol készültem. Na majd ezt levágjuk. GoPro Stop Recording.